Teltházas érdeklődés kísérte a Nyíregyházi Egyetem bemutatkozó nyílt napját. Természetesen a képzési információk álltak első helyen, de az intézetek megmutatták tudományos kutatási területeiket is. Tájékozódni lehetett a diákhitelről és az ösztöndíjas lehetőségekről. Elsősorban a megyéből jöttek érdeklődők, de a megye határon, sőt az ország határon túlról is érkeztek fiatalok. Én a műszaki irány miatt jöttem, az érdekel engem. Romániából jöttem, és így csak érdeklődésképpen. Szeretne tanulni? Járműmérnöki, az érdekel. Nagykállóba jöttem a Korányi Gimnáziumból, és óvodapedagógiát szeretnénk majd tanulni a Nyíregyházi Egyetemen jövő évtől kezdve. Testnevelői tanárszakot céloztam meg elsősorban, mert ugye nekem a sport a mindenem, így úgy gondoltam, akkor nekem muszáj testnevelő tanárnak lenni, és úgy gondoltuk apukámmal, hogy a Nyíregyházi Egyetemet muszáj megcélozni, meg sok tanárom itt végzett, és nagyon ajánlották ezt az iskolát. Támogatja a gyereket? Természetes. Első dolog az, ami gyerek. Egyértelmű. A kollégiumba kell lakjon majd? Szeretnénk, igen. De úgy hallottuk, hogy 80%-ban fel is veszik őket. Ennyi az első szó, de nem az utolsó. Lépett a színpadra a Nyíregyházi Egyetem intézményvezetője. Generációk tudása generációk óta ismertette az iskola mottóját, majd arról beszélt, hogy azért fontos a felsőoktatás, mert új szemléletet ad egy fiatalember életében. Nem nagyon érdemes máshol menni, már csak azért sem, mert a Nyíregyházi Egyetem egy olyan közösséget képvisel, ahol minden hallgató, minden oktató meg tudja találni a helyét, meg tudja találni a számítását, és olyan viszonyok tudnak kialakulni, olyan baráti kapcsolatok hallgatók és oktatók között, ami más felsőoktatási intézményekre nem jellemző. És ez a közösség azt gondolom, hogy kiállta az idő próbáját, már hosszú évtizedek óta zajlik itt tanárképzés az egyetemünkön, és nem csak tanárképzési szakjaink vannak, hanem egyéb más tudományterületeken is az élvonalba tudunk tartozni, gondolok itt a mérnöki szakokra, gondolok itt a sport területeire, és gondolok itt a bölcsészettudományokra is. Teljes körű felvételi tájékoztatót is hallhattak az oktatási rektor helyettestől. Arról, hogy több mint 20 alapképzési szakot és mesterképzést, 7 felsőoktatási szakképzést és 10-nél is több szakirányú továbbképzést kínálnak. Már a napirenden szereplő felvételi idején sem lesz a legtöbb szakon minimum ponthatár, és nem kötelező az emelt érettségi. Változtak viszont a plusz pontokkal kapcsolatos szabályok. Eljött a nagy ünnep az életünkbe, hogy a mai napon, nyílt napon fogadhatjuk leendő hallgatóinkat. Szeretnénk egy kicsit betekintést adni a Nyíregyházi Egyetem életéből, mind a szakmai, mind a tudományos kutató munkánkból, illetve olyan attitűdöket átadni nekik, ami a Nyíregyházi Egyetemnek, mint intézménynek a légkörét megtapasztalhatja velük. Az összes felsőoktatási szakképzésünkről, alapszakunkról, mesterképzéseinkről kaphatnak a szakmai standékon tájékoztatót. Bemutatásra kerül a duális képzés, a különböző vállalati kapcsolatrendszereink, illetve minden olyan támogatás, amivel egy leendő hallgatót egyetemi tanulmányai alatt a Nyíregyházi Egyetemen kollégáink az oktatáson kívül pluszba számukra adhatnak. A délelőtt sztár fellépője a Nyíregyházi Tortuga zenekar volt. A nagy színpadi események után a vendégek megismerhették a Nyíregyházi Egyetem létesítményeit, majd találkozhattak a duális és kooperatív képzéseket végző szervezetek képviselőivel.